Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy ismét mutassak nektek néhány újdonságot, amiket az elmúlt hetekben kaptam cégektől tesztelésre. Vannak olyanok, amik még decemberben érkeztek, de nem fogok ilyen karácsonyi, meg mindenféle limitált dolgokat mutogatni, amiket már nem lehet kapni, mert szerintem annak nem lenne értelme. Illetve vannak, amik most januárban érkeztek, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, már csak azért is, mert a videó végén lesz egy nyereményjáték, ugyanis szeretném végre méltó módon megünnepelni, hogy elértük a YouTube-on a 20 000 feliratkozót, úgyhogy 2 darab szuper ajándékcsomagot fogok kisorsolni, tartsatok velem! A sminkeket a végére hagyom, úgyhogy kezdem az ilyen bőrápolási termékekkel. Itt vannak először is a Garnier Moisture Plus fátyolmaszkok, amikről most nem igazán akarok beszélni, mivel volt már róluk egy külön videó. Nagyon-nagyon szeretem őket, nekem nagyon beváltak, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom őket, de aki szeretne róluk részletesebb véleményt, az megnézheti a videót, beteszem ide fölülre, illetve az infoboxba is. A Body Shop-tól is kaptam két terméket tesztelésre, mégpedig az új mandulatej és méz kollekcióból. Ezek érzékeny szárazbőrre való termékek, egyrészt van itt egy testradír, másrészt pedig egy kézkrém. Ezekről írtam már a blogon bejegyzést, de azért azt elmondanám, hogy nagyon-nagyon szeretem mindkét terméket. Egyrészt isteni finom mandula illatuk van, másrészt pedig a testradír nagyon gyengéden, de mégis hatékonyan radíroz, és egyáltalán nem bántja a bőrömet. A kézkrém az pedig számomra egy igazi kis tuti darab, nagyon szeretem az ilyen pici tubusos kézkrémeket, hiszen ezeket bárhova magammal vihetem, és ráadásul ez nagyon jól hidratál is, úgyhogy nálam eddig nagyon nyerő ez a kollekció. Az Eucerintől is jött egy csomagom, amiben 2 darab termék található. Egyrészt az Eucerin Urea Repair Original folyékony mosakodószer, ez száraz, nagyon száraz, ekcémás bőr kíméletes tisztítására való, védi a bőrt a kiszáradástól, 5% ureát, természetes hidratáló faktorokat és ceramidot tartalmaz, illatanyag, színezőanyag és szappanmentes, tehát ez tényleg az ilyen nagyon érzékeny, száraz bőre tökéletes lehet, és egyébként ilyen pumpás kiszerelésű mosakodószer. A másik termék az pedig a hozzátartozó Eucerin Urea Repair plusz 5% ura testápoló, ez száraz, szélsőségesen száraz, de nem gyulladt bőrfelületre ajánlott. Ez is illatanyag és színezőanyagmentes, és óriási tégely van, úgyhogy ez valószínűleg elég sokáig elég. Elvétől is érkezett néhány termék. Egyrészt itt van ez a Satinic Shine Spray for Radiant Shine, vagyis ez egy ilyen hajfény spray. Így néz ki maga a termék, ilyen pumpás kiszerelésű, és eléggé híg, úgymond, tehát nem egy ilyen olajos valami, és annyit írnak róla összvisz, hogy hajfényspré a sugárzó hajfényért. Hát én ezt mindenféleképpen ki fogom próbálni, mert imádok minden olyan hajra való terméket, amitől gyönyörű szép fényes lesz a hajam. Hú, nagyon jó illata van! Ilyen, nem is tudom, virágos, de nagyon kellemes illata van. Volt még a csomagban egy Artistry Essentials Eye and Lip Makeup Remover, tehát ez egy sminkeltávolító, ha jól látom, kétfázisú termék. Alapvetően nem vagyok ellene ezeknek a kétfázisú termékeknek, de eddig még nem sikerült olyat találnom, amit olyan nagyon-nagyon szerettem volna, de meglátjuk, hogy ez milyen lesz. Van itt még egy Artistry Light Up Lip Gloss szájfény is, azt sajnos nem látom rajta, hogy milyen árnyalat. Nekem már volt ilyen korábban, amit szintén az MV küldött, de ez most egy új tavaszi árnyalat. Jaj, írja, hogy ez a 4-es árnyalat. És ennek a szájfénynek az a különlegesség, hogy egyrészt van az oldalán egy picike tükör, ahol így tudjátok csekkolni, amikor felviszitek a szájfényt. Másrészt pedig a kupakban, nem tudom, hogy mennyire látszódik, de ilyen kis picike égők vannak, vagyis akár sötétben is fel lehet vinni ezt a szájfényt a szátokra. És hát ez egy eléggé csillámos és narancsos árnyalatú szájfény, ami, hát nem mondom őszintén, hogy annyira talán nem az én színem, de aztán lehet, hogy rúzs fölé jól mutathat. És kaptam még ezen kívül egy Artistry Flora Chic Eau de Parfum parfüm mintát. Ó, nagyon kellemes virágos illat. Szerintem soha nem szagoltam még parfümöt az MV-től, illetve az Artistry-től, de
Ennek nagyon kellemes illata van, olyan igazi tavaszi parfüm. És akkor nézzük is a többi sminket. Egyrészt jött néhány újdonság a L'Oréal-tól. Itt van többek között ez a L'Oréal Brow Artist Sculpt szemöldökformázó a 04-es Dark Brunette árnyalatban, ami egy ilyen 2:1 szemöldök spirál, aminek az elején van egy ilyen kis, hát megmutatom, micsoda, mert én nem tudom igazából, hogy minek nevezzem. Szerintem eléggé bizarul néz ki. Hát nem is nagyon tudom elképzelni, hogy ezzel így hogy lehet a szemöldököt szépen színezni, illetve formázni. Én nagyon szeretem egyébként a L'Oréal-nak azt a kis hagyományos brow artist szemöldök spirálját, az tényleg az egyik legnagyobb kedvencem. Ezt még így annyira nem látom magam előtt, hogy hogyan fogom tudni megfelelően használni, de ha szeretnétek, akkor majd beszámolok a tapasztalataimról. Van itt még két új True Match highlighter, az egyik az a Golden Glow árnyalat, a másik pedig az Icy Glow. Ezek ilyen krémes highlighterek, és egyébként a rózsaszín, tehát ez van most itt a arcomon. A rózsaszín az inkább egy ilyen hideg fényű highlighter, a másik, az pedig inkább egy ilyen melegebb, bronzosabb szín, így néznek ki, remélem, hogy látszódik valami belőlük. Nagyon szép fényük van egyébként, ezek ilyen krémes highlighterek tulajdonképpen. Ezt lehet akár önmagukban is használni, ugye felviszitek ide az arccsontra, de bele lehet keverni akár alapozóba, vagy éppen hidratáló krémbe is. Szóval sokféleképpen lehet használni. Nekem ez a rózsaszín egy picit túl hidegfényű, a másik az meg már valahogy túl narancssárgás, úgyhogy meglátom, hogy mennyire fogom tudni használni ezeket. A rózsaszín egyébként úgy nem rossz, de amikor így felvittem sminkeléskor, így nem éreztem azt, hogy wow, azért én most megőrülök, de majd még tesztelgetem őket, aztán meglátjuk. Van itt még két rúzs is, a Gold Obsession kollekcióból, ez a Color Rich Rose Gold Obsession, illetve a Color Rich Nude Gold Obsession. A Rose Gold Obsession van egyébként most az ajkaimon. Ez egy nagyon-nagyon krémes, én már-már ilyen zselés textúrájú rúzsnak mondanám, és hihetetlenül fényes, szerintem egyébként csillámok is vannak benne, én úgy vettem észre. Egyébként nagyon szépen mutat az ajkakon, de vigyázni kell vele, hogy nehogy kifusson az ajkak körvonalán kívülre, szóval érdemes alá mindenféleképpen használni ajakkontúrceruzát. Nekem valahogy picit olyan vizes hatásúnak tűnik, és ez pedig mellette a Mood szín. A Revlontól is érkezett néhány újdonság, először is itt van ez az Ice Cheeks plus Lips paletta, vagyis ez egy ilyen szemre, arcra és ajkakra való paletta, ez a 100-as Romantic Nudes verzió, mert hogy azt hiszem, hogy ez több verzióban is kapható. Itt a tetején van egy nagyon-nagyon-nagyon picike tükör, ami nekem egy picit szívfájdalmam, mert ez egyébként abszolút egy ilyen utazós paletta lehetne, hiszen vannak benne szemre való termékek, arcra, illetve szájra való sminkek is, de akkor már mondjuk berakhattak volna egy nagyobb tükröt is. Vannak benne ilyen kis picike applikátorok, egyrészt egy ilyen pirosító acsetszerűség, egy extra mini kétvégű szivacsos applikátor, illetve egy ilyen, szerintem ez ilyen kis rúzsacset akar lenni. És akkor itt fölül van 6 darab szemhéjpúder, ebből egy van, amit matnak mondanék, ez itt. A többi az fényes, illetve csillámos. Íme itt van néhány swatch a palettában található szemfestékekből. Nem rossz, de nekem egy nagyon picit száraz a festékeknek a textúrája, és porolnak is valamennyire, ami azért problémás számomra, mert itt alattuk krémes ajaktermékek vannak, tehát hogyha mondjuk ez az alsó sötét barnét elkezd porolni, akkor remekül bele tud kotyogni ebbe a kis szájfényszerűségbe, ami hát egyáltalán nem jó, úgyhogy én ezért sem szeretem igazán az olyan palettákat, ahol egyben vannak ajakra, illetve szemre való termékek, illetve hát krémes, illetve porállagú termékek. Aztán itt középen találhatunk egy, hát nem is tudom, hogy pirosítónak nevezzem, vagy highlighternek, mert pirosítónak szerintem egy picit halvány a színe. Ide most húztam a kezemre egy elég erős swatchot belőle, de hát szerintem azért ezt ennyire erősen ecsettel nem lehet felvinni. Szóval ez egy ilyen átmenet egy pirosító és egy highlighter között.
van neki szép fénye is, tehát nem matt színről beszélünk, és akkor itt két oldalt vannak ezek a... Én szájfénynek mondanám őket, mert annyira nagyon erősen azért nem pigmentáltak, de meg is mutatom nektek, hogy lássátok ti is. Szóval ezek olyanok, mint egy ilyen színezett ajakbalzsam tulajdonképpen. Nem rossz ez a paletta, de én olyan nagyon nem vagyok odaérte, mert szerintem vannak azért hibái. A következő két terméket viszont imádom, ezek az új Revlon Ultra HD Matte Lip Color Matt ajakkrémek, amik hihetetlenül jók, egyrészt gyönyörűek a színek. Az egyik árnyalat az a 600 HD Devotion, a másik pedig a 630 HD Passion. Szerintem már így a tubusban is gyönyörű szépek, de a színminták azok még jobbak. Nem teljesen matt termékek, én inkább ilyen szatén mattnak mondanám őket, de nagyon-nagyon jól pigmentáltak, nagyon kellemes a textúrájuk, és egyébként hihetetlenül finom édeskés illatuk van, ami nekem nagyon tetszik, de nyilván nem azért használom, hanem azért, mert tényleg nagyon szépek a színek, és egyenletesen kopnak, ilyen két oldalról lapított applikátoruk van, amivel szerintem nagyon jól fel lehet őket vinni az ajkakra, úgyhogy ezeket nagyon tudom ajánlani nektek. Kaptam néhány ecsetet tesztelésre a Kella Pudertől, ez egy új, ilyen 7 darabos szemre való ecsetszett. Ezek azért vannak kibontva, mert hogy ezeket használtam a mai sminkem elkészítéséhez, ja, és egyébként az előbb bemutatott Revlon palettával csináltam a szemsminkemet. Szóval ez 7 darab ecset, van egy ilyen kis lapos szemfestékecset, van két különböző méretű satírozó ecset, ez megint csak talán egy ilyen szemfestékecset, illetve van egy vékony tusecset, meg két ilyen ferde ecset, ezeket ugye lehet használni akár tushúzására is, vagy szemöldök formázásra is. Én ezt a négyet próbáltam ki, és nagyon-nagyon tetszenek nekem, mert hihetetlenül puhák, és nagyon szépen lehet satírozni a satírozó ecsetekkel, a lapos ecsettel nagyon jól fel lehet vinni a szemfestéket a mozgó szemhéjra, úgyhogy eddig nekem nagyon bejönnek, de még tesztelgetem őket, és valószínűleg írni fogok róluk a blogon egy bejegyzést. Mindenféleképpen nézzétek majd, mert ott ti is nyerhetek majd Kella Puder ecseteket. És végül, de nem utolsó sorban, van itt három Smashbox termék is, ugye már nálunk is lehet kapni Smashbox sminkeket a kijelölt Douglas drogériákban, illetve a Douglasnek a webshopjában. Először is itt van ez a Smashbox Photo Finish Color Correcting Adjust Primer, ami ugye egy ilyen színkorrigáló primer, ezt a zöldet a pirosság korrigálására ajánlják. Van itt egy Be Legendary rúzs is, ez a Publicist Matte árnyalat, vagyis ez egy matt ajakrúzs, eléggé durva színe van, ezt meg is mutatom nektek. Nagyon, nagyon durva. Ezt konkrétan, ezt a rúst még nem próbáltam, de egy másik Smashbox rúst már igen, amiről már volt is szó több helyen, és azt nagyon-nagyon szeretem, nagyon bejött nekem, mert hihetetlenül kellemes textúrája van. Az nem matt volt, ez itt most matt, illetve kaptam még egy Smashbox Always Sharp 3D Liner, vagyis ez egy ilyen szemszervezet tulajdonképpen, ami elvileg mindig hegyes. Gondolom a kupakjában van egy ilyen kis hegyezőszerűség. Ez egy ilyen sötét szürke szín, amiben csillámok vannak. Ezek lettek volna a termékek, amiket szerettem volna bemutatni nektek. Most pedig jöjjön az izgalmasabb rész, a nyereményjáték. Már említettem nektek, és talán ti is láttátok, hogy elértük a 20 000 feliratkozót itt a YouTube csatornámon, amiért végtelenül hálás vagyok. Nagyon köszönöm nektek, nagyon boldoggá tettetek, óriási érzés ez számomra, hogy már 20 000-en követtek, és tényleg egyszerűen nem is tudom szavakba önteni, hogy ez mennyire jó érzés nekem, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy nyereményjátékkal hálálom ezt meg nektek. 2 darab nyertes lesz, úgyhogy 2 ilyen kis csomagocskát fogok kisorsolni. Az egyik nyeremény az egy NYX Matte Lipstick 3-as rúzszett, ebben 3 darab matt rúzs található, mégpedig a Maison, az Eurotrash és a Bare With Me árnyalatban. Tehát ez a kis NYX rúzszett lesz az egyik nyeremény. A másik az pedig egy Catrice ajándékcsomag, amiben van egyrészt egy szempillaspirál, egy ilyen kis szemfestékpaletta, egy szájfény, egy monoszemhéjpúder, egy smoky effect szemfestékalap, egy ilyen matt
szemfesték, ilyen tollas szemfesték, valamint egy ilyen kis highlighter paletta. Hogyha szeretnétek részt venni a nyereményjátékon, akkor kérlek titeket, hogy mindenféleképpen olvassátok el a videó alatti leírást, mert hogy ott lesznek a pontos feltételek, úgyhogy aki szeretne játszani, az mindenféleképpen azután nevezzen csak, hogy elolvasta a videó alatti leírásban a nyereményjáték feltételeit. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!